Egy olyan gyümölcsösben, amelynek kialakításánál és gondozásánál nagy hangsúlyt fektettek a biológiai sokféleség kialakítására és megőrzésére, a haszonvételeket is a sokféleség jellemzi. Mivel az önellátás a fő cél, nagy jelentősége van a helyben történő feldolgozásnak, tartósításnak. Gyakorlatilag a megtermelt zöldségekből, gyümölcsökből a megmaradó, fönnmaradó részt megpróbálom valami módon eltenni, tartósítani. Egy befőző automatával, főleg nedves dunsztolással készítem. Lekvárokat, szörpöket, zöldségkészítményeket. Mi szoktunk aszalni elég sok mindent, amit sikerül a kertből, gyümölcsöt, zöldséget, fűszernövényt, bármit. Almát, körtét, ha van szilvát, medgyet, cseresznyét aszaltunk idén. Aztán szoktunk elrakni lekvárokat, befőttet, medgyemet. Szoktunk csinálni befőttet, az befőző automatával csináljuk, úgyhogy cukor és egyéb édesítőszer, mézet rakunk talán hozzá, méz és víz kerül az üvegbe, és ennyi. Befőzőautomata és tartósítószert nem rakunk hozzá. Igyekszünk anélkül megoldani. Almalét csináltunk, teljesen házi módszerrel, daráltuk, kis szőlőpréssel préseltük, majd üvegebe pasztőröztük szintén a befőzőautomatában, és akkor így raktuk el télire. Körtecetet is csináltunk, és almaecetet is. Sikerült, úgy tűnik, hogy összejött, nagyon szép ecetágyunk is képződött, igen, úgyhogy jövőre is már meg lesz. Az biztos. Nálunk a körtét gyümölcsecetnek, illetve pálinkának szoktuk használni, főleg a sózókörtét. Pálinkára azért nem nagyon, mert nagyon kevés fa volt, ezért inkább ecetet csináltunk belőle. Ledaráltuk, lepréseltük mind a szőlőt, és műanyag meg fakádakba tároltuk. Ha sietünk az elkészítésre, akkor az előző évi ecetből az ecetágyat átettük, alára ráöntöttük. Ha nem volt ecetágyunk, akkor szabad levegőn ugyanúgy megecetesedett. Minél többször feltjük, annál erősebb lesz az ecet. Én is készítek ecetet, édesapám receptjei alapján. Itt a faluban időseknek szoktam ajándékozni belőle, meg saját részre felhasználjuk. Mindent fakádba, fapréssel, régi hagyományos módon csinálom. A saját részre 40-50 liter biztos, hogy elhasználtunk, nagyon sok savanyúságot tartósítottunk vele, illetve gyógyászatra is a családba szokták kenni a kezet, lábat, ami éppen fájt az időseknek. A nagymamám az bőrkeményedésre, ízület, ilyesmire szokta kennegetni, szinte majdnem minden testrészét. A gyümölcsös fő terméke a gyümölcs. A felhasználásnál és fogyasztásnál arra kell törekednünk, hogy minél jobban megőrizzük a termény táplálkozási értékét, a feldolgozás, tartósítás pedig egyszerű eszközökkel és a lehető legkevesebb fosszilis energia felhasználásával történjen. E szempontok alapján az érték rangsor elején a frissen, helyben fogyasztott gyümölcs áll. Majd a rövid idejű tárolás következik nyers fogyasztással, aztán a hosszú tárolás. Ezután jönnek a helyben feldolgozott adalék nélküli termékek, az ecet, az aszalvány, a hőkezeléssel tartósított gyümölcslé, majd a cukor hozzáadásával készült lekvár és bor. A nagy energia befektetésével készült finomított termék, a pálinka csak a sor végén áll. Hogy miből mennyi készül, azt a család fogyasztási szokásai mellett az adott év termése és a feleslegek értékesítésének lehetőségei határozzák meg. A vegyszermentesen termelhető, tájfajta gyümölcsökből kiváló minőségű, hosszan tárolható gyümölcslék készíthető kisüzemi, sőt akár házi módszerekkel is. Induljunk a legkisebb léptéktől. Sokan használnak lényerésre olyan háztartási gépet, amelyből a durvára darabolt almából egy lépésben jó hatásfokkal kinyerhető a lé. Ez a nem éppen olcsó berendezés elsősorban a friss fogyasztást hivatott kiszolgálni. A hatékonyságot némi innovációval növelhetjük. A mosott, darabolt almát egy keverőszárral vagy egy késes kerti ágaprítóval pépesítjük, majd egy hagyományos kis szőlőpréssel kinyerjük a levet, és befőző automatában hőkezeljük.
Ez a házi gépsor évi 1-200 liter gyümölcsléig bőven elegendő. Egy beállt, termő gyümölcsösben már nagyobb kapacitású berendezésekre van szükség. Ennek az orosztonyi kertnek a gazdája saját készítésű eszközökkel dolgozik. Az első szezonban körülbelül 60-30-40 éves gyümölcsfa, főként alma terméséből készült lé. A családi kisüzem jól vizsgázott. Segítségével az első szezonban 3000 liter gyümölcslé készült. Azokban a falvakban, amelyek körül még gondozott gyümölcsösök vannak, egy közösségi feldolgozó új távlatokat nyithat. Sokféle hasznos és értelmes munkát biztosít, segíti a közösség újraszerveződését, növeli az önellátás fokát és a helyben végzett munkából származó bevételeket. Nem utolsó sorban a feladatokkal együtt visszaadja az embereknek a felelősséget és a falusi életérzést. Ebben a két falu részből, Tilajból és Tilajújhegyből álló 180 fős zalai faluban az önkormányzat egy felújított házban olyan közösségi feldolgozót alakított ki, amelyben lehetőség van a közös és saját termékek befőzésére, savanyítására, aszalására, szárítására, csomagolására és nem utolsó sorban gyümölcslé készítésre. A helyből megtermelt gyümölcseinkből a szilvát tudnám kiemelni, ami egy hagyományos befőzéses, lekvárfőzéses üstös technológiával készült. Aztán a cigánymedgyet dolgoztuk föl még, ami kuriózumként említhető aszalással, kandírozással, majd újraaszalással egy nagyon intenzív ízvilágot sikerült elérni. A lesütést például a paprikánál, az nagyon sikeres termékünk, a lesütött paprika, ez van paradicsomos formában és natúrban. A feldolgozóban, melyet a környező falvak lakói is igénybe vettek, 2015-ben 7000 liter gyümölcslé készült. Mindig felmerül a kérdés, hogy ha a boltban a hasonló névvel illetett ipari termékeket olcsón megkapjuk, miért éri meg a házi tartósítással foglalkozni? Sok van a kertben, egészséges, friss, vegyszermentes, úgyhogy inkább ezt használnánk, és ezt tennénk télen is. Az elsődleges szempont az, hogy saját és vegyszermentesen termelt, tudom, hogy mi az, ami az üvegbe került, és hát természetesen tartósítószer nélkül. Hát semmi más nem tartalmaz, csak a zöldség egy gyümölcsöt. Az egészségünk meg az, hogy mit eszünk, az mindenképpen fontosabb, mint a pénzben mért értékek. Úgyhogy szerintem mindenképpen megéri. Azon túl, hogy a fölösleget így földolgozzuk és nem veszik el. Másrészt olyan egyedi ízeket lehet így előállítani, amit boltban soha nem lehet megvásárolni. Fontos, hogy képesek legyünk arra, hogy ne csak a boltpolcról tudjuk elemelni,
megvenni a dolgokat, hanem hogy magunk is elő tudjuk állítani, mert akkor tudjuk, hogy mi van benne, és így én otthon látom, hogy mit tesz bele anya, meg mit nem tesz bele, és így tudom, hogy mit eszem meg. Tudom, hogy miből készült, meg hogyan, másrészt meg a saját ízlésem szerint készítem el. Meg hát sikerélményt is ad a sajátom, ami szerintem nagyon fontos.